vendégek, fennálló énekként 428. énekünket meg így kezdődik. Istennel járni a lakosság. Szolgáknak, hanem barátainknak.
János evangéliumából hallottuk Krisztusnak ezt a kijelentését. János evangélista Jézus Krisztusnak a negyedik életrajz írója jegyezte le az Úr legtöbb prédikációját. A mai igény, sőt, az egész imaheti igehirdetés sorozat Jézusnak abból a prédikációjából származik, amelyben összehasonlítja az Atya, az Ő és az ember viszonyát. Hasonlóvá teszi a szőlőtő, a szőlővesző és a szőlő gyümölcs viszonyához. Ahogy elválaszthatatlanok egymástól a szőlő részei, a tő, a tőke, a vesző és maga a termés, úgy az ember sem szakadhat el az őt éltető vesszőtől, az Úr Krisztustól, aki viszont teljes, bensőséges kapcsolatban van a tővel, a mennyei Atyával. A mai ige tehát arról szól, hogy Krisztus követőinek is, Krisztus mai követőinek is igen bensőséges kapcsolatuk kell legyen az Úr Krisztussal. És a bensőséges kapcsolat alapja pedig mi más is lehet, mint a ragaszkodó szeretet. És a ragaszkodó szeretetnek van egy különleges fokozata, ez a baráti szeretet. Krisztus kijelenti az ő tanítványai számára, hogy barátnak tekinti őket. Nem mondanak titeket többé szolgáknak, hanem barátaimnak. A mai igében tehát a mi Urunk Krisztusunk felmentést ad a tanítványai számára az alul a viszony alól, hogy őt talán zsarnok uraságnak, ő pedig szolgálnak, cselédnek, vagy pedig az újszövetségi képhasználattal élve béresnek tekintse őket. Milyen is a mi haszna szolga, a lelketlen cseléd, a haszontalan, béres, a lenézett rabszolga. Ezek a kifejezések a mai viszonyainkban már nem léteznek, de érezzük, hogy nem a tisztességet, nem a tisztséget, illetve nem a tiszteletet, a hűségen, a ragaszkodó szeretetet fejezik ki. Jézus azt kezdeményezi, hogy legyen inkább barátság közte és tanítványai között. Azóta is a keresztény egyházban, sőt a keresztény egyházakon kívül is sokan feljogosítva érzik magukat, és ebből egyfajta trend, egyfajta divat alakul ki, hogy Jézust, ami gyarló emberi gondolati szintünkre hozzuk, és ennek alapján tekintjük barátnak, hogy ő inkább talán csak már haver, pajtás, és érzitek, hogy emiatt számos alkalommal ez a kapcsolat, vagy ez a feljogosítás visszaélésre adott okot. Megtisztelő, de mégis valahogy túlzottnak tűnnek a Jézustól jövő engedékenység, hogy Jézus a barátainak mondjon minket, mi pedig barátként viszonyuljunk hozzá. Hiszen tudjuk, hogy a legjobb baráttal sem lehet, és nem is illik bármit megtenni, és bárhogy szólni hozzá. A mai bőti időszakban, ezen az imaheti istentiszteleten szeretnék megfogalmazni számotokra ezek alapján, a mai ige alapján egy kérdést, hogy
ti hogyan viszonyultok, milyen a kapcsolatotok az Úr Jézus Krisztussal. Sőt, lépjünk még vissza. Milyen a ti viszonyotok az ő mennyei atyával, a mindenható Úristennel. Hogy tekintetek, hogy szóltok az Istenről? Mit jelent számodra az a feljogosítás, hogy Jézus a barátod lehet? Nem értél már ezzel vissza? Nem használtad illetlenül az ő nevét? A mindenféle művészet, az irodalom, a film, a divat, a szólásszabadság jegyében nem lépte már át ezt a határt, a jó ízlés határát is, hogy például visszaéljen a Jézus nevével. Erre például, hogy hogyan ejtjük ki az Isten nevét, erre nagyon kényes például az iszlám, és szerintem joga, és igazat adok neki. Nem tűri, hogy a legnagyobb próféta, vagy maga Isten annak a gúnyolódás, vagy éppen az üzlet, a közönségesség, a lealacsonyítás tárgya legyen, vagy egyáltalán fölöslegesen, ne az Isten káromolva kiejtsék a nevét. Mi pedig ezt gyakran elhallgatjuk és eltűrjük. Nem mondalak titeket többé szolgáknak, mondja az Úr Krisztus a bőti időszakban. Akkor, amikor ő a szenvedéssel teljes megváltói munkája vége felé közeledik. Ki a szolga? Manapság környékünkön nem igen ismeretes ez a feladatkör, vagy az a személy, hogy valaki egy urasághoz tartozzon, és neki végezzen szolgálatot. Ma már inkább azt mondjuk, hogy munkatárs, beosztott, hogy alkalmazott az illető. Sőt, a demokrácia egyik túlzása az, hogy a diák nem alárendelt viszonyban van a pedagógushoz képest, hanem azt mondja a modern pedagógia, hogy társ, partnere a diák a pedagógusnak. Mi ne féljünk a szolgaszótól, a szolga kifejezéstől, ha Jézussal kapcsolatban használni. Lehetünk akár szolgái is, igen, hiszen ő nagy szeretettel viszonyul hozzánk, és bizalommal van irántunk. Isten szolgálata azt jelenti, hogy mi egy jó Úrnak, az Úristennek szolgálunk. És Isten szolgája volt Mózes, Ábrahám és Dávid, jó, a többi nagy kiválasztott, akik megmaradtak ebben a szeretet kapcsolatban, szeretet függőségben az Istennel. Ne féljünk tehát attól, hogy ha mi egyszerre vagyunk barátja Krisztusunknak, de szolgái is, hogy ezt gyakorolhatjuk fele barátaink felé. Anyaszent egyházunkat is, gyülekezetünket is úgy szolgálhatjuk, és ennek alapján cselekedhetünk az Isten dicsőségére. Tehát nem egyenlő felek vagyunk az Úr Jézus Krisztussal, de attól még határtalan szeretet kapcsolat lehet köztünk és közötte. És Krisztus is olyan nagy alázattal viseltetett az ember felé, hogy életét is képes volt odaadni. És tanítványai is csak akkor tanítványai és barátai, ha azt teszik, amit a szeretet parancsol. Ennek alapján nem léphetjük át a tiszteletlenség határát. Igen, Krisztus is maga szolgaként élt e világban, holott ő Isten fia volt, és minden hatalom neki adatott.
Ahogy itt is gondolom énekeltétek a bőti úrvacsoraosztás alkalmával, Úr lévi lett szolgává. Vagy a gyönyörű karácsonyi énekünk egyik verszaká így szól, szelítség volt minden dolga, önként lett így értünk szolga, megalázta önmagát. De épp ez a szép bizonysága, hogy országa, lelki, belső királysága égi első. A mennyei atya szolgálatában az emberekért vállalta azt a feladatot Krisztusunk, hogy tanítson, gyógyítson, vigasztaljon, áldozatot vállaljon, és életét adja, és kiengeszteljen a mennyei atyával. Ezt teszi az igazi isteni barát. A közmondásnak most még inkább igaza van, az ember nem válogathatja meg a rokonait, de igenis megválogathatja a barátait. Ebben a modern, Istentől és az egyháztól távolodó világban vannak olyanok, akik nem vállalják fel ezt a jézusi baráti, bensőséges viszony szeretet kapcsolatot. Valahogy nem válogatják be a barátaik közé, pedig ha tudnánk, hogy Krisztus is válogat, csak hát az ő válogatása olyan furcsa. Ő olyan barátokat keres és válogat, akik elveszettek, akik gyarjók, akik a századik juhok, akiknek a hitük gyenge, akik tévedőek és bűnösök. És természetesen még azokat is hívja, akik magukat tökéletesnek tartják. Azt gondolom, hogy inkább mi vagyunk azok, akiknek szüksége van, hogy megkeressen és ránk találjon az Úr Jézus Krisztus. Ki az én fele barátom? Kérdezte egykor az írás tudó, az Úr Krisztus. És ki a mai időben a mi fele barátunk? Egy történet talán választhat arra, hogy ki nem. Ketten éppen az örök barátságra kocintottak. Azt kérdezte az egyik, ha öt házad lenne, nekem adnád az egyiket barátom, de mennyire barátom? Ha öt autód lenne, nekem adnád az egyiket, barátom, de mennyire, barátom? Ha öt tévéd lenne, nekem adnád az egyiket, barátom, de mennyire, barátom? Ha öt inged lenne, nekem adnád az egyiket, barátom? Megrázta a fejét, nem? De hát miért nem, barátom? Mert öt inged bizony az van. Tehát mi is, mi mindenre vállalkozunk, gondolatban, szóban, ígéretben, elviekben, kereszténységünkben, reformátusságunkban, miket kijelentünk, és mennyire kevesebb az, amit a valóságban megteszünk, ugyanúgy vállalva a Krisztussal való barátságot. Jézus minden törvény összefoglalását így hallgatja meg. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tehát itt is a szeretet az alapja mindennek. A kérdés, hogy vagyunk ilyen szerető barátok. Ő egykor felkínálta számunkra, talán a konfirmáció, talán egy lelki meghívás, egy igehirdetés gondolata, vagy pedig egyenesen belenőttünk ebbe a lehetőségbe, meghívásba, hogy az ő barátai legyünk. De ne éljünk vissza ezzel a lehetőséggel, és ne is szalasszunk.
bőjükben, kérdezzük meg magunktól, hol tart ez a szeretet kapcsolat, és élő-e ez a viszony az Úr és közöttünk. Amen. Felséges Istenünk, szóban, gondolatban, ígéretekben, bűnvallásban annyi mindent hiszünk és valamit ígérünk és fogadunk, és könnyű a közösség, a gyülekezet, vagy pedig az istentelen életmód mögé hullni. De hogyha egyen-egyenként elénk állsz, Krisztusunk, és lelked által megkérdezed, mint ahogy megkérdezted egykor Pétert, hogy szeretsz-e engem? És neki a szemébe kéne a választ adnunk, hitünk és meggyőződésünk és a mindennapi gyakorlat alapján, vajon mit adna a lelkiismeretünk a számunkra. De köszönjük, hogy szüntelenül keresel minket, és a te szeretetteljes baráti kapcsolatodat irányunkba kínálod és ajánlod. Hogy az a megváltáson, az az önkéntes áldozaton alapuló viszony éltessen minket, amely ismét a te csodálatos, véghetetlen a szeretetedből fakad. Ahogy a te és a mennyei atyád között csodálatos egyetértés van, és ahogy teljes összhang és tápláló erőkkel működtesse a szőlőtőke, a szőlővessző és a szőlőfürtő, ugyanúgy Istenünk, a te szent lelked által éltes, kormányoz, és tarts meg minket. Add, hogy ez a hét, amelyet az ige meghallgatására, a műsoros vagy az imádságos, az énekes bizonyság tételre szentelünk és áldozunk, ezek az Isten tiszteletek legyenek úgy áldottká a mi életünkben, hogy otthonunkban is, lelkületünkben is meglátszódjék. Mi a te barátaid szeretnénk lenni, és engedd meg Istenünk, hogy a te barátaid legyünk az Úr Jézus Krisztus által. Ne engedd, hogy visszaéljünk ezzel a lehetőséggel, hanem hogy éljünk vele. Imádkozunk tehát ezekért az órákért, ezekért a lehetőségekért, és úgy általában önmagunkért is. Szentelj meg minket és szerteld meg szeretteinket, az igének hirdettetését, meghallgatását és gyakorlatba ültetését. Így kérünk, áldj és tarts meg minket, a te szent fiad az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Csendes imádságban a saját gondolataitokat vigyétek Isten elé. Isten tisztítsa meg, szentelje meg és áldja meg ezeket a imádságokat. Mi Atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
szabadíts meg minket gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozásra gyülekezett áldozatos szeretetére ajánlunk, tudván azt, hogy a jókedvű adakozó szereti és megáldja Isten. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és Szentlélek megáldó és megszentelő ereje legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten tiszteletünknek műsoros énekes bizottság tétele következik. Kérem a gyülekezetet, kövesse figyelemmel, szeretettel. Yeah.
szépen köszönöm szolgatársamnak is, Kovács József Szatmárhegyi lelki pásztornak, hogy vállalta, hogy ma este közöttünk hirdesse Isten igényét, egy kicsit közelebb vigyen bennünket, Jézushoz, és bátorítson bennünket, hogy vállaljuk a barátságot Jézussal. Én vállalom, hogy barátom vagyok, tiszteletes úr. Aztán talán elhiszi a gyülekezet, hogy együtt is és külön is igyekszünk Jézussal is barátkozni. Kérem szépen néhány szóban gyere mutatkozni a gyülekezetnek, minden nagyunk. Még egyszer békesség Istentől. Jó estét kívánok! Hát, nagyon szép helyen tetszenek napok. Ez az első megjegyzés, amikor behobogtam a településen. Az internetet használtam, hogy jussak ide, és egy legrövidebb változatot fogadtam el a Szatmár egytől, és nem vártam meg, hogy hallgattam a Google-re. Nagyon szép helyeken, jó napon érkeztem el önökhöz. Argison soha nem jártam, sőt a környéken sem. Pedig ihari vagyok félig, de ezen a részen nem jártam az érveléket ennek a részén. A kollégával egy szűk fél évvel ezelőttig még úgy voltunk kollégák, hogy egy egyházmegyében szolgáltunk, és nálam összecsúszott az idő, én azt hittem, hogy ő már egy éve, hogy elköszönt tőlünk, de aztán kiderült, hogy még nincs is egy éve. Tehát ez a vírusos időszak teljesen felborít mindenféle időképzetet és érzéket. Úgyhogy külön örülök, hogy találkozhatunk is. És kívánom azt, hogy akkor érezd jól magad a családod közösségében, és természetesen a gyülekezet segítségével ezen a gyönyörű helyen, ezen a szép templomban érdes továbbra is az Istennek az igényét. Szatmárhegyen én 2012 óta szolgálok. Azelőtt a kollega korábbi szolgálati helyének a főszomszédságában szolgáltam, hát ez az ukrán határa pedig az ország legsarka, de az is nagyon szép időszak volt. Szatmári hasonlóan dombos mezőgazdasággal foglalkoznak az emberek, most már azért az utóbbi egy-két évtizedben átálltak arra, hogy szatmári vállaljan a szolgálatot a gyárakban, nagyon közel van Szatmárhegy szakmárhelyhez. És annak a városnak mindig is az üdülő övezete volt, a nyaraló övezete, ahol a szatmári nagy polgárságnak voltak szőlői gyümölcsösei, és az ott élő szatmárhegyiek, mint népzelérek művelték meg azokat a területeket. Na hát a szatmári nagypolgárság ugye eltűnt, és akkor felváltotta őket a katonatiszt, az ügyvéd, az orvos, akik szintén nagyon jól érzik magukat. A gyülekezet az egy 700 lelkes gyülekezet. A templom az egy még nagyobb közösség számára lett annak idején építve, és hát most arra kezdtünk el a gyülekezetben gyűjteni, hogy a tornyot megjavítassuk, aztán lassan az egész templom testet és a környezetét tegyük rendbe, mert hát eljött az ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljuthattam ide önökhöz, és nagyon örülök, hogy a járványos időszak ellenére ilyen szépen vesznek részt testvérek.
statisztikát, hogy ez a nagy pandémia, ez a járvány, hogy hullanak az embereket. Beadtuk a statisztikát, kiderült, hogy sokkal kevesebbet kellett temessen, mint az előtt való esztendőzőn. Mondom, hogy nem tudok eljönni, nem is temettem. Annyit még, ha nem mondtad elég. De, bocsánat, megijesztette őket, hogy jaj, most akkor a templomban elkapunk mindent végig. Hát az igény kapjuk már. Igen. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy Szatmár egy református gyülekezete, utólag úgy jött léte, aztán javítsák ki, hanem, hogy Erdőről elűzték a reformátusokat, a Károlyi család. A kedves Károlyi család, a Károlyi gyófot, és Erdőd, ami a reformátusságnak központja, vagy a református zsinatnak adott helye, teljesen katolikussá lett, azonnal elmenekülő reformátusok telepettek meg Szatmárhegyen, és alapították az első református gyülekezetet. Énes Péter, aki arra jár, jó szívvel ajánlom, hogy keressen be. Szeretnél elvárok mindenki. Ha köszönjük meg a szolgálatodat egy kis figyelmességgel, ki az a bátor beállító, aki segítségével a ti énekes szolgálatokat. Majd el fogom valahogy kérni ezeket az énekeket, mert nem ismerem, csak a dalban. Én meg szoktam mindig mutatni, hogy mit szoktam kapni, hogy segítségével. Tiszteletes, hogy mindig zsebre vágja az ajándékot, aztán nem tudják, hogy mit kapnak, de nagyon szépen köszönöm. Van egy olyan mondás, hogy ember tervez, Isten végez, egy kicsit átalakítom, parafrazálom, ember tervez, határrendészet végez, felnyomott ma Gál Sándor szolgatása, elindult a határa, Fábián házban 8 kilométerre van a határtól, tette egy próbautat, hogy beeresztik-e Szép Hazánkba, nem eresztették be. Úgyhogy azzal együtt, hogy előtte, már tegnap előtt felnyújt a határrendészetek, megkérdezte, hogy milyen feltétel kell, azt mondták, hogy orvosi igazolást kell vigyen, vitte az orvosi igazolást, közölte a román határrendész, hogy ez nem jó, másik kell, az elnézésként azt mondta, hogy nem akar, és engem se itt bizonytalanságba tartani, hogy akkor a másik alkalom jó lesz, vagy nem lesz. Úgyhogy Gál Sándor tiszteletesen majd egy másik alkalommal fogunk találkozni. Holnap este Pakulár István tasnádi lelkipásztor fog szolgálni. Fogadjuk őt is szeretettel.